Köszönöm. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, kedves kollégákat, és hát olyan helyzetüket itt nálunk a Nádasdy Kálmán Művészeti Általános Iskolában. Nagyon nagy öröm számomra, hogy újra elindultuk az iskolát, újra fogadhatjuk a kollégákat, a gyerekeket, a szülőket, és újra vannak rendezvényeink, beindul a normális élet. A megnyitó műsort a 4. K-osztály adta elő nektek, felkészítő tanársági Gyöngyi, tapsoljuk be! Azért én is felolvasnám Babics Mihály szavait, én nem énekel adom elő, hanem akkor én most először ezt olvasom. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dal van. És akinek szép lelkében az ének, az hallja a másik énekét is szépnek. Ezt úgy gondolom a versenyhez méltó Babics szavai a második ének című verséből hangzott el. Úgy gondolom, hogy akik most itt tudtak versenyzők, ti irodalomkedvelő és szerető gyerekek vagytok, és abban bízom, hogy amikor felnőttek lesztek, akkor ezt a szeretetet tovább fogjátok vinni magatokkal. Ti, akik itt ültök, már győztesek vagytok, hiszen a saját iskoláitoknak vagytok a legjobb szavalói, versenyzők. Úgyhogy legyetek erre rettenetesen büszkék, és jó versenyzést nektek, és hadd utassam be nektek a zsűrit. Haladok. Klacsicsné Pungács Mária, Ugria Szatanás, Vestárné Lukács Gizella Logopédus, Szakmária Attila Színűvész. Nektek versenyzők átadom a szót, jó versenyzést kívánok, a zsűrének nagyon jó munkát, és a közönségnek nagyon jó szórakozást. Na, ezt mondta, folyton kérdez a gyerek. Ez a gyerek folyton kérdez, de a válasz nem várja meg. Igaz, nem is tudtam volna. Akkor is várhatott volna. Nem is értem. Hányadikos? Mitől is lett ilyen okos? Biztos nem hasonlít rám. Elkerültem az iskolán. De most, hogy tőlem tanulna, röstellem azt a csudamódra. Tankönyveit lapozgatom, a fejemet vakargatom. Annyi abban a tudomány, hogy a gyereknek még megállt. Aztán én nagyot gondoltam. Tankönyveket bemagoltam. Hogyha kérdez majd a gyerek, tudjam, mi rá a felelet. Kérdezget is egyre másra. Haragszom már a tanárra. Össze-vissza tanít minden, tankönyvekben benne sincsen. Szédülök, csak fejem forog. Szülő vagy tanuló vagyok. Ennek holnap véget vetek, egy kérdésre sem felelek. Elvégre én szülő vagyok. Elégtelent nem kaphatok. Farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Oldast. Interjút kér, én leközlöm, olvasd. Igaz van-e a mavád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát, egy grammot se. Ez az egész csak grimmese. Hogy piroskát ön fajta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én őt rugástól. Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyóban, ahol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyájon díszeleg a parkettem. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom zsemle volt, szamóca és piskóta. És mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérvel szamócalé a pofámba kicsorgott. Én úgy tudtam, ennél szabály, hogy csak friss húsára zabál. Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve. Zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze. És meddig lesz ennél a jó hús is tiltva? Eddig.
de erről már nem írhatsz, te birka. Születtem. Mi az, hogy csúnya vagyok? Mint az ördög? Azért, mert tele van szeszom redőkkel, meg levenyekkel, és szemölcsökkel, sörtékkel, ráncokkal, balettekkel, nevelkokkal. Szemtelenség. Ilyen vagyok és kész. De tudjátok, mit mondok? A mamámnak én. Én voltam a legszebb. És egyébként is. Az ember miből gondolja, hogy szép? Még, hogy az ember szép. Babonában szárnyalnál fogva kiszeg ez a kapura, hogy távol tartsa az ördögöket. Szép. Berobbantja a barlangot, ahol élek. Szép. Befalazza a padlást, ahol alszom, és sörétes puskával lövöldöz rám. Szép. Én vagyok a vérszívó vámpír. És te kis barátom, te nem az anyád, meg az apád vérét szívod folyton, hogy vegyél neked egy biciklit, egy játékot, vagy egy edzőcipőt? Azért még nem kell utálni a denevért, mert nem egy Madonna, meg Claudia Schiffer. Az ijesz meg benneteket, hogy éjszaka hangtanul suhanok, és mégis úgy tájékozódok, mint repülő a ködben. És ti? Ti talán nem találjátok meg éjszaka a sötét konyhában az eldugott álmás rétest? Érdekes. Az nekem semmi. Bekapni egy legyet, vagy kikerülni egy vékony rótot a sötét szobában. Hogy csinálom? Orrom a számon, kiengedem az útra hangot, az visszaverődik a tárgyakról, és én már látom is az előttem lebegő akadály teljes alakját. Ilyen ügyes vagyok. Az emberek mégis üldöznek. Pedig nem butaságot csinál, aki engem bánt. Egyetlen éjszaka alatt 700 rovar, szúnyogot, vándorsáskát fogyasztok, de megeszem a rágcsálókat, az egeret, a mezőpockot is. Tudod, hogy mennyi gyümölcsöt és gabonát nem tett meg így? Ha mondjuk egy rovar, egy egér, csak 10 forintot okozhatna egy év alatt. És én bekapom. Tudod, hogy ez évente mennyi haszom? Majd számítsd ki egyszer. Ha be tudsz szorozni 7000-et, 365-tel. Egy biztos. Az ember nem egy hálás állat. Pusztít, ahol él. S ha véletlen betévedek a szobába, sikoltatni kell, mert azt hiszi, hogy a hajába ragadok. Ragadjon az ő hajába a szomszédasszony, meg a légypapír. Engem ne csapdosson botta. Én Magyarországon védett vagyok. Nem úgy, mint a Sós Bence, aki bármikor fölképelhet az apja. Engem nem szabadna bántani, mert fogom magam és kipusztulok. Aztán kapkodjon be egy éjszaka alatt 700 rovat, az a Billy Fülű Dezső, aki vadász. Romhányi József, interjú a Farkassal, aki állítólag megállítja. Az új Bárány riportere felkereste olvas. Interjú kell, én leközlöm, olvas. Igaz volna, ama vád, hogy az orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát. Egy nagymamát, egy krabocse, ez az egész csak rimese. Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád. Nem fogyott meg belőlem más, csak egy fél pár halisnyát. Hogy én, őt, ruhástól, mit kéne veszelnek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a viskóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyáron tiszteleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom zsarnagnak, szamóca meg piskóta. És mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérvel szamócali a pofámból kicsorgok. Én úgy tudtam venni a szabát, hogy csak friss húsárút zabát. Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészem. És meddig leszörném a jó hús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz te birka. Nem igazsz idéva, velem mindig történik valami részlet.
Ha Juliska néniek feljönnek Pestre, annak nálunk mindenki örül. Én azért örülök, mert olyankor két összetolt hotelben alszom. És a Jóska bácsi mindig megkedi, hogy hát azt tudod-e, amikor apád fölmászott az eperfára? A Bori azért ül, mert olyankor Juliska néni mindig a pártjára, hogy bizony ne is engedje levágatni azt a szép hosszú haját. Apukám azért ül, mert olyankor mindig van itthon hideg sör, és ő is elmesélheti, hogy a Jóska bácsi mit kiabált, amikor megcsípték a méhek. Anyukám pedig azért örül, mert Juliska néniért kivisznek minket a vására, és addig ő nyugodtan megőzheti azt a kis ebédet, ami igazán mondják. Az idei vásár nagyobb, mint a tavaly volt, mert még nekem is jutott jelvény, és kaptam pattanulatát, meg majdnem egy golyóstollat is. És kétszer annyi fagyit ettünk, és sokkal nagyobb kavics ment a szandálomba, mint tavaly. A vásáron a Bori a napszemüvegét vesztette el. Juliska néni meg engem, Jóska bácsi pedig a fogadást, mert fogadott apukámmal, hogyha ők vigyáznak rám, akkor velem nem történik semmi. Itt és Márta, táska leltár. Tankönyv? Csak a borítója. Én semmit se tudok róla, hova lett a tudomány. Engem nem bánt a hiány. Egy tök üres toltartó. Pisztolytoknak volna jó. Tartógumi felszakadva. Engem ezért ne nyagass ma. 73 szamárfül. 8 füzeten legbelül. Kitört ceruza hegyek. 9, hogy pontos legyek. Radírút körzül átdöfött. Találhatsz belőle 5-öt. Szétkaratézott vonázó, órán játszott torpedó, na meg 3 rágó ára, szögmérő, derékutyára. Matchbox felni repettem, na hát ezt hogy kerestem? Visszakapott visszajáró, pulóver a visszájáról. Sonkás kenyer, érintetlen, azt hiszem aszontan megettem. Almacsutka, már penészes. Kérlek, ezért se légy mérges? Széjjel olvadt el csoki, veszni hagytam, tök ciki. Egy fel nem használt puska, meg hogy csíp engem a zsuska, egy ragasztó széjjelkembe, meg hogy nem volt leckém kedre, meg egy háttal kezdett mondat, meg hogy elmarad a szombat, na hát, ilyet már kilátott. Még az intő is elázott, hogy nem hoztam fizetet, meg az a sok üzenet. Hát, arról szól valahány, hogy a gyermek útre hány. Hanyag lennék, rágadom, cifelem a hátamon. János, a buta felnőtt. Fiam csupa érdekeset kérdezget tőlem, ám de sajnál választ sokszor nem tudom, hisz nem vagyok csupán az apja. Gyorsabb az ára, mint a fény. Mi módon hasad az atommag? Miért kristályos a kópehely? Hány kráter borítja a holdat? Lézert hogy csinálnak vajon? Mi vezeti lenne a vakondot? Miért? Hogy mérik a fényéveket? Mindenre én semmit sem mondok. Sok felnőtt egyre butább, és nem is értik a világot. Egyszerűen élnek bele. A legtöbb bacillus se látott. Abban bízom, hogy a fiam megtudja majd az összes titkot. Fel is nem ászik mindenhová, vulkánt, marsot kopogtat. Kip-kop. Mindent megmér és összeír, s ha még élek, elhozza hozzám több koffein jegyzeteit, csak hogy addig se unatkozzak. Majd egymás mellé leülünk, lábunk ázik a világvégi tóban, és a fiam nekem a mindenséget elmeséli. Nógrád Gábor, hogyan neveljük szüleinket? Sajnos a szülők nevelése nem olyan egyszerű, mint a kutyáké, a macskáké, vagy a csótányoké. 15-20 évig is eltarthat, amíg őseinkkel megértetjük, hogy nem ők nevelnek minket, hanem mi őket. Egy fókát átlagosan egy év alatt meg lehet tanítani arra, hogy labdát táncoltasson az orrán. Egy anya azonban évekig tartó könyörgéssel sem idomítható arra, hogy a főzelékek helyett mindig rántott húst készítsen új burgonyával. Az apa nevű élőlénnyel sem könnyebb a helyzet. Rossz szokásairól, miszerint naponta képes megkérdezni, hogy na mi volt az iskolában, a legrosszabb érdemények és intők folyamatos szállításával sem lehet lezoltatni.
Számtalan apró cselt és tudományosan kipróbált fogást sorolhatnak fel, amelyek többé-kevésbé sikert hozhatnak a szülők nevelésében. Erről majd külön könyvet írok egyszer. Most a sikeres módszerek közül csak egyet említenék, amellyel azonnali és biztos hatást válthatunk ki. Ez pedig az úgynevezett szeretlek technika. Nézzük néhány példát. Szülőanyag óriási batáriát csap, mert nem mosogattunk el, bár megígértük. Ilyenkor nedvedző szemekkel a szemébe nézünk, és tekintetünk sugarából az olvasható ki. Szeretlek, anyu. A hatás volt biztos. Megnevelt anyánk némán levegő után kapkod, és elmosogat helyettünk. Apánk dühösen rángatja lefelé a nadrág szíját, mert osztályfőnök kintőt kaptunk. Pedig nem is mi voltunk a hibásak. Az a hülye Csaba ütött vissza, de ezt most úgysem magyarázhatnánk elősünknek. Sokkal jobb, ha mélyen a szemébe nézünk, és pillantásunk azt mondja. Mielőtt agyonversz, tudnod kell, hogy szerettelek. Nevelési alanyunk szája ilyenkor tátva marad, zavartan bagrál a szíjjal, mintha csak öltözködni kezdett volna, és egy órán belül felemeli a zsebpénzünket. A szülők nevelése nagy figyelmet és sok munkát igényel, de megéri a befektetett energia. A gondosan nevelt szülő kevesebbet kiabál, sokat mosolyog, tovább él, és csak ritkán harap. Karinti Ferenc, adagolás. Marci, táskáját lóbálva, ragyogó ábrázattal érkezik haza az iskolába. Nem kapta mintőt, miért olyan dicsőség ez? Firtatom, mert az egész osztály kapott. Istenem, én a helyemen ültem, jó voltam. Egy szóval stréberkedtél, állapítom meg, különben is. Ne akkor légy van, mikor a többiek labdáznak. Ezek megint a te extra dolgaid. Azt se szeretem, hogy olyan múlja, hogy sose sportolsz. Engem a te korodban bottal se lehetett kivágni a futballpályára. Marcika száj legörbed, arca pityergősre keseredik, majd hirtelen kilobban belőle a nevet. Íróasztalomra dobja ellenőrző könyvecskét. Becsaptalak, én is rossz voltam, én is kaptam mintőt. Homlokon ráncolva futom át a megrohást, mely szerint fiam rendezlenül viselkedett a tanulmányra. És ezúttal megjegyzés nélkül férkaptam a lennelem. Jó fél óra is belételik, még sokfelé szaggatott agyamban, felvillan agyam. Te Marci, gyere csak! Mondd meg nekem őszintén, igazán az egész osztály kapott ilyet? Hát, sokan kaptak. Hallod, én betelefonozok az iskolába. Ugye csak neked adtak intőt egyedül? Na jó, egyezik bele Marci, de stréber nem vagyok. Karol János, Leszbát. Edvard király, angol király léptet fokólován, hadd látom úgymond mennyit ér a vezet. Van ott folyó és földje jó, de kerőjén fűkövér, használta a megöltözés a pártosan fűvér. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog eraj, mint akarom, s mint abarom, melyet igába hajt, felség. Valóban koronád legszebb gyémántja vesz, földet folyót, legelliót, hegyvölgyet benne lesz. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szív. Kunyhói mind, hallgatvas mind, megadjuk pusztasít. Edvard király, angol király léptet fakulován, körötte csend, amerre ment, és néma tartozott. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt, Montgomery a várra vendégli a királyt. Vadat és halacs mi az ég, mint jó falat, szemszájnak ingere, sürgő csoport száz szolga hol, hogy nézni is tere. S mind, amiket ez szépsziget, ételt ital terem, s mind, ami bor, pesege, for, túl messzi tengerem. Ti urak, hát senki sem kocint értem bohát. Ti urak, ti versz ebek, ne éred uát. Hol van kizengetettei? Hol van kizengetettei? Ti urak, hát senki sem kocint értem bohát. Ti urak, ti vesz ebek, ne éred vád, vadat és halacs mi az ég alatt, szemszájnak kellemes, azt látok én, de örvönik belül minden nemes. Ti urak, ti hitvány ebek, ne éred vád, hol van
12 tetején, elő egy vászpát. Egymásra néz a sok vitéz, a vendégvászurak, orcáikon, mint félelem, sápat elharag. Szó benszakad, hang fennakad, lehellet megszegik, ajtó megöl fehér galam, s őzbárt emelkedik. Itt van király, ki tettidet elzengi mondozag, s fegyvercsörök halóhörög, amint húrjába csap. Fegyvercsörök halóhörög, a nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éjivad, tetett lesz király. Levágva lépünk ezrei, halomba mint kereszt, hogy sírva tallóz, aki él. Király, te tetted ezt? Mágyára el, igen kemény, parancsol Eduárd, ha lágyabb ének kell nekünk, s belép egy ifjú vár. Lágyan kél az eszi szél, mél fordogol felé, szűzek siralma, özvegyek panaszanyag belé. Ne szűj, rabot, te szűz, anya, ne szoptasd csecsemőt, mint a király, és elérte még a mágiára menőt. De vakmerőn, sivatlanul előáll harmadik, kobzán a dalmagára van, ez ilyen hallatik. Elhull csatában a derék, no hall meg Eduárd, nevet kitit cselejtenét, nem él, hogy verszibát. Emlékes sír alatom még, no hall meg Eduárd, átok fejedre minden dal, melyet zeng verszibát. Meglátom én, parancsot át király retteretes, mágiára, ki ellenszegül minden vesz énekest. Szolgái szétszárguldanak ország szerint tovább, Montgomeryben így esett a híres lakoma. S Edward király, angol király, vártott fakulován, körötte ég, földszint az ég, a vesz. 500 bizony dalolva ment, lángsírba veszi bár, de egy sem írtam mondani, hogy éljen Eduárd. Ha, mizu, mi éjjidal, London utcáin ez, felköttetem a Lord Majort, ha bosszant, bármi lesz. Áll néma csend, létszárnya bent, se künt nem hallatik. Fejére szól, ki szólt-e vel, király nem alhatik. Ha, elő, síp, dob, zene, harsogjon harsoga, fülembe zúgja átkait, a verszínakoma. De túl zenén, túl síp dobon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanút talált. Juhász Magda, anyu mondja, jaj, de rossz is ez a gyerek, sose tudni, hol tekerek, és a kezem meg a lába, mintha mindig rugón járna. Hiába beszélek néki, a szívszót ő meg nem érti, fára mászik, ruha szakadt, estére már csupa maszak. A cipője mindig sáros, bejárja érte a várost, amerre megy, folyton esik, a felhők csak őt keresik. Jaj, de rossz is ez a gyerek, csak akkor jó, mikor beteg. Fáj a torka, köhög nagyon, éjjel-nappal ápolgatom, lázát óránként megmérem, a doktortól csak azt kérem, gyógyítsa meg minél előbb, hadd legyen rossz, mint az előtt. Jankovics Tibor, rád nem lehet számítani. Jenő nem tud futballozni, de mindig oda jön. Beveszem a hármas csapatba, de akkor mindig kikapul. Legutóbb 5-3-ra vezettünk, ő volt a hátvéd. Sokat hibázott, elgurult előre a labda. Kiadtam a lelkem, tölt rólam a víz, de tudtam, a kezünkben a győzelem. Egy kapufát rúgtam, az pech volt, nem mondom, erre Jenő átenged egy labdát, és az ellenfél már a negyedik gólját tapasztotta a hálomba. Rászóltam Jenőre, talán nem kellett volna. Megrántotta a vállam. Annyira szeret foszizni, de valahogy mindig elgúl előle a labdát. Aztán mi lehetünk támadásba, de hiába. Jenő nem tudta átadni a labdát, ők törtek előre. Jenő futott utánunk, de elhasalt a kavicson. Rád nem lehet számítani, azt hiszem, ezt mondtam neki. Visszanézett, nem dühösen, inkább úgy, mint akinek a szívéig hatol az igazság. Az volt a szemében. Igen, én hiába küzdök, én is akarok küzdeni, de hiába. 5-5 volt az állás, gondolható, mindent beleadtam, de én nem tudott egy évkézlább passzot átadni. A földbe rúgott, a kavicsok csak úgy repültek szerte szét. A végsőkig hajtottam magam, aztán Jenőt szoktettem egy pazar a labdával. Ő egyedül állt a kapuval szemben. Egyetlenkedtem. Az üres kapu mellé lőtt. Ráordítottam. Erre elindulhatok vele. Visszatuszkoltam a pályára.
minden erejét beleadva játszott, aztán a saját lábában felbukott. Persze az ellenfél besétált a labdával a kapuban. Tesztett. Jenő ült a földön, azt hiszem, lenyitotta. Jenő felállt és hazament. Nem jött többé. 3 héttel telt, majdnem minden meccsünket megnyertük, de messzebbre jutott Jenő. Az arca, amikor azt mondta neki, rád nem lehet számítani. Hol is a kabátom? Átmegyek. A foci? Holnap újra kezdjük, talán nem is a nyerés számít, hanem hogy együtt. A foci nem minden. Én Jenővel akarok játszani. Csukás István a nagypapucstól van. Nagypapustól vagy éjjel, nagy ravaszon mélyen alszik, így játszázza magát, ezért őre senki nem gyanakszik. Mint csecsemő a bölcsőben, horgolászik kosarában, hogy is lenne ő tolva, így képest ő korában. Hiszen foga is még tejfog, a lába is rövid, gyenge, össze-vissza lóg a feje, a mozgása ügyetlenke. Ilyen ő az én kiskutyám, az áltatlanság élő szobra. Papucs toldaj, ugyan kérem, rá se néz a papucsokra. Akkor ki áll bent a házban? Akkor ki áll kint a kertben? Töprengtem még csupasz talpal, papucsomat keresgetem. Az ágyat potorázok, de hiába, nincs ott semmi, pedig este oda tettem, tehát minek ott kell lenni. S ha tudja, hogy gyulladást kapok, vagy isiász, vagy reumát, az ajtóból vigyorogva hallgatja el morgos dumát. Gyanakodva nézem, gyanúm lassan-lassan az égig ér, ő kirhan, én utána, s a kert, mint egy csatatér. Tel is tele papucsokkal, itt egy fél pár, ott a párja, téli-nyáli keveredve, mintha szellem táncot járna. Rám néz, gyere játszunk morgos, az örömet ingyen adják. Így van, szólok, papucs helyett kapsz azért egy pöttyös labdát. Fontos szervezés és mindenféle döntés után azokkal szeretnénk kezdeni, hogy a említakacsájtőjét vagy, mert mindenképpen szépen részt vett ezen a versen, és tényleg megnetek munka lehet ebben. Köszönjük a pedagógusoknak a felkészítést, és a gyerekeknek, hogy rászállták az idő valamilyes oldra. Elsőnek Kucsik Jászlónak szeretném átadni. Köszönjük! Sehol sem begyakorolni, hogy itt egyedül az ember kiáll, és egyszer csak látja ezeket az arcokat, akik érdeklődve, szorítva nézik az embert, és valamit elő is kellene adni, meg kéne ragadni a pillanatot. Tehát ez én egy versmondás, én csak azért vagyok ilyen kvázi elegáns, mert én is egy versmondásból jöttem, például 5 verset mondtam a Fiumei úti sírkertben, és merem állítani, hogy legalább úgy izgultam, mint ti mindnyáján együttvéve. Tehát, hogy ne gondoljátok, hogy ezt meg lehet szokni. Tehát nagyon, nagyon azért is gratulálok, mert az olvasás ez egy örök probléma,
vagy még inkább elmélyedő probléma, hogy kezd kimenni a divatból. Sokatok olyan szöveget is választott, ami nem egyszerűen csak vicces, hanem még nem tudom máshogy mondani, még drámai töltettel is rendelkezett a Gyurkovics szöveg, nem beszélve az Arany János verszibárdokjáról, hogy még ha voltak is esetek, amikor úgy mondjuk ezt, egy kicsit nagy volt rátok a kabát, tehát hogy túlvállaltátok a szöveget, akkor is nagyon-nagyon méltánylandó, hogy arról tesztek tanúbizonyságot, hogy a fiatalokat is érdekelheti az irodalom és a költészet, még ha az a formája is, ami nektek egyelőre jól áll, természetesen a romhányi szövegek, a Janikovszki Éva szövegek, akik igazán úgy tudtak írni a Lackfi mostanában, ami egy gyermek szájából jó hallani, és tud vele azonosulni. Mindenek előtt nagyon nehéz beszélni, mert mindjárt döntést kellett hozni, és már nehéz fölvállalni, hogy miért döntöttünk így. Azért döntöttünk a nyertesek ilyetén sorrendje mellett, mert ezt, ahogy az előbb is mondtam, bármilyen jól ment otthon a fürdőszobában, bármilyen jól ment otthon a nappaliban, bármilyen jól ment fejben a buszon, azt a pillanatot tudtuk csak megítélni, ami itt és most történt. Voltak, akik hát elvéreztek ebben a pillanatban. Van, aki jól kezeli a stresszt, van, aki nem. Van, aki bele tudja vinni a szövegbe a stresszt, és a javára válik, van, akit megbénít a dolog. Azt hiszem, hogy mindenki rendelkezik egy olyan önképpel, vagy rendelkezhet, hogy érzi, amikor befejezte a produktumot, és lelépett innen, érezte, hogy mit sikerült abból megvalósítani, amire úgy annyit készült. Mit akartam még? Ez volt a legfontosabb, amit el akartam mondani, hogy a mi szempontjaink egyszerűen nem lehettek mások, mint ez a pillanat, hogy ebben a pillanatban mi jött le az előadásatokból, belőletek, a szövegből, a szövegértés mennyire sikerült. Hát és akkor nem húzom tovább. Vers kategóriában úgy fogunk menni, hogy ez az első helyzetet mondom, mert könyvek vannak is, lehet választani. Vers kategóriában az első helyzet Nagy Hákira. A nevem Nagy Hugárt Kira, a budafoki kussok leves, magyar-angol, két tanulás nyelvű általános iskolába értem, és a felkészítő tanárom Domokos Adita volt. Köszönjük szépen! Róza kategóriában az első helyezettet szólítom Kovács András. Karacs András, elnézést kérek. Bocsánat, kérek elnézést. Karacs András. Igen? Mi úgy ítéltük meg, hogy próza volt. Igen? Álljunk csak meg. Ő volt a romhányi verzió. Ja, igen. Ezt mondjuk, hogy ez egy közös. Nem, sok esetben nem, ezt a döntést hoztuk, hogy azt prózának vettük. Bár e-mailt, de... felkészítő tanárodat, és hogy melyik iskolából jöttél? Én Karacs András vagyok, az Árpád iskolából jöttem, és Daskavicsnél Réti Szilvia a felkészítő tanárom. És válasz a könyvet? Tehát nagyon, tehát megragadtad a pillanatot. Ez az előadásmódban nagyon látszódott, egy cserfesen itt néztél jobbra-balra, és közben benne voltál a szövegben, te élvezted ezt mondani, ez nagyon jónak találtuk, mind a hárman. Vers kategóriában második helyzet Egyházi Fülöp.
Rózsakerti Demiér István református iskolából jöttem, és a felkészítő tanárom Szarvasi Hajni. Azt kell itt elmondani, itt volt ez a, hogy nagy a kabát. Igen. Viszont a fiúnak olyan lelke van, hogy sok esetben alig fért meg benned az indulata a mondandóval kapcsolatban. Ezt el kell mondanom, amit a kollégáknak is elmondtam, hogy ez egy iszonyatosan nehéz vers. Tehát ez fölnőtt színészeken kifog. És hogyha még szabad így elmondanom, hogy természetesen sok hiba volt benne, meg az izgalomtól, te nagyon izgultál. De el kell mondanom, hogy az izgulás az a legtöbbször azt jelenti, hogy az előadónak nem mindegy, hogy mit fog itt csinálni a színpadon. És ezen jól-rosszul urrá léve mégiscsak közöltél a versből nagyon sokat ennek a hallatlan komoly versnek a drámájából, tehát hogy érteni vélted. Nyilván nem érzed még, meg érted még teljes mélységében, de ez egy nagyon nagy kabát. Arra biztatnánk, hogy amennyiben szeretnél még így fellépni versekkel, próbálj életkorodhoz jobban közelebb álló verset találni. Ez egy nagyon nehéz műfaj, ez a Arany János balladája. A fogalmazása is nagyon cirkalmányos, ezt úgy interpretálni, úgy elmondani, hogy mindig arra kell gondolni, mindenkinek mondom, hogy a néző most és először hallja. És el kell juttatni hozzájuk, hogy megértsék. Értitek? Tehát a színpadon is az a nekem, én tanítottam művészi beszédet, mindig azt mondtam a tanítványomnak, hogy nem lehet ennél alacsonyabb igény, mert ha a néző leakad, nem érti, akkor a néző leakad, és elkezdi unni az előadást. Hogyha nem jut el a nézőhöz a gondolat, a szó értelme, akkor a néző ki van hagyva. Még meg is sértődik a néző, hogy miért vagyok én kihagyva? Hát én vagyok itt a néző. Nem nekem tetszik mondani a dolgot? Jó? Erre úgy megállapítottuk, hogy sokat kell olvasni. Sokat kell olvasni, és meg kell akarni érteni a szöveget. Tehát először meg kell érteni a szöveget, akkor lehet, utána lehet odalépni, hogy elmondjuk a szöveget. Nem lehet ennél alacsonyabb igény, hiszen hallgatni fogják. Tehát addig jó, amíg a fürdőszobában, a nappaliban csak magamnak húszom magamba. De amint kilépünk ide, nem lehet alacsonyabban a léc, mint az, hogy megértsék. Oksi. Próza kategóriában második helyezett Szili Márton Benedek. Helyes nevedet, melyik iskolából ki a felkészítő? A nevem Szili Márton Benedek, a budafoki Hermann Otto általános iskolából jöttem, és a felkészítő tanárom Nyitra Jeri. Próza kategóriában harmadik helyezett Hillinger Flóra. Az én szemem már a mai. Hillinger Flóra vagyok, a Gádor általános iskolából jöttem, és Búzás Rita a felkészítő tanárom. Te is nagyon izgultál, de hogy mondjam, közölni akartál, és a szövegethez mérten voltál cserfes, vidám, nem tört le téged az, hogy belebakkant húztál itt ottam ott. A végére egy kicsit elfogyott a levegő, mert az önbizalom, hogy összemegy, ha az ember bakizik. Azt mondta egy zongora művész a minap, hogy koncerten az első baki után megrúgszok. Ilyen ez a dolog. És végül vers kategóriában harmadik helyezett, már még ki sem merem mondani, hogy annyit bakiztam már az én össze önbizalmam, és azt mondja, Spataru Rebeka. Spataru Rebeka vagyok, én a Huganai általános iskolában
remélem sikerült valami új útra valót mondani azoknak is, akik most nem értek el helyezést. Mondom még egyszer, ez a pillanat művészete, ez most van, és aztán nincs, aztán mindig újra meg kell teremteni, amennyiben akarunk ezzel foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm.